Csá népek! Polákmentes szerveket kívánok! Hoztam egy csatát a T-28 Prottal, a 8-as amerikai TD-vel, a pálya Safe Haven 9-es tír. Nem lesz ez egy rossz, mert ez igazából nézhető, meg kicsit hosszúra is fog nyúlni. Majd a végén bandukolok mindenfele, de hát éppenséggel a Proto erre pont nem alkalmas ezzel a csúcssebességgel, ez a 20-25-tel. Na de se baj, kettő köcsög van a csatába, az egyiknek elbírom látni a balját. Egyelőre viszont, hát én nem megyek be a városba, mert éppenséggel nem éreztem magam top tier formátumnak, meg ami affinitás sem éreztem, hogy verekedjek a 9-esek ellen. Általában ide szoktam dekkolni ezen az oldalt, hogy mégis mi a történés. De már igazán elfejtettem a csatát, úgyhogy nézzétek el nekem, hogy mi van. És várakozó álláspontot vettem fel. Látok még egy kis speed boostot magamnak, mert úgy nézem, semmi nem tud történni. Na, 2-0-ra megyünk már. De most feljövök ide, lövök valamit, nem lövök semmit. Lila gőzöm nincsen. A Sárfot úr bohockodik. Hát igen, rossz helyen van, majd vele még lesz egy partim. Na, hát akkor mivel itt nem találtam fel semmiféle itt a város szélén, amit lehetett volna lőni. Feljövök ide. Na és mindjárt meg is van a Kanosséger 105. A Csoki 52, meg azt hiszem lesz itt még egy Tigris is. Megvan Csoki 52. Kupolá lőttem, kibaszott nagy mag volt. 4-10-et mindjárt be is vertem neki. Sima AP-val. Megjelent Tigris együtt, elrontom viszont. Ja, nekem se jött össze minden. Pancseráról lekések. Megvan 4-30-as objektum, szerintem nem tudom, tudok egyet adni neki. Valamit meglőttem, de nem a 4-30-as objektum volt. Abban biztos vagyok. De nem, szerintem vaklövésem nem volt, lehet, hogy akkor megillepattantam a Tigris 1-ről. Mostanában a Tigris 1 úgy meg van vasalva, hogy az vagy döbbenet. Mindenféléről pattogok a Tigris 1-ről, mindennel is. Majd lehet, hogy akkor a T5/2 volt, amit elrontottam, vagy valami. Most viszont nem rontottam el, mindjárt belevertem egy 4-45-öt. Vagy lehet, hogy csak kikapott egyet vakon? Nem tudom, hogy őszinte legyek. Á, megillekéstem a Panceráról. Igen, majd szerintem ott ki fog nézni, azt hiszem, mintha, ja, jól látom, akkor stokkos a Pantera. Kinézett, csak én voltam béna. 4-5-re felhozta magát az enemy. A várost azt el fogjuk veszíteni, hogy elnézem. Na viszont most segbe tudtam kefélni ezt a kis majmot. 4-30-as megint megúszta. Csoki 52-t most baszták ki. Csodálatos. Kanosséger 105, hát ő benn van a bunker mögött, az totál esélytelen. Megvan a Tigris 1, de igen. Jó, ezt lelopták előlem is. Megláttam a részt a pajzson, az 50 TP ben szórakozik a Sár Futurral együtt a városban, és meg is baszták a izénkat. Mi volt ott benn? Valaminket, az alpány tigrisünket. Jó, hát akkor megyek be a faluba. Betöltöttem a goldot, mert 50 TP-vel annyira nem akarok szórakozni, de igazából az 50 TP-t meg is lehetett volna oldani. Csak jön a Sár Futur is, és szerencsére jön nekem segíteni a kis picinke TD-nk, a 7-es kínai TD, a T-34-2 GFT. Nekem is megvolt, a kínai TD-ágat már kivittem, és nagyon jó az a kis... Tehát a 8-asig nagyon jó az a TD-ág, azt megmerem kockáztatni. Ja, és gyorsan kinyírják a kettő klikkerünket. A Sár Futur meg az 50 TP faszonpinja, 50 prototype, vagy micsoda. Ez a Polák 8-as csoda. Na, nyomogatom az SOS gombot, a T-34-2 az pedig fedez. Hát igazából az a T-34-2 GFT, az még a régi bizniszemen szerepelt, olyan mint a Successor 244, csak nem tier limites. Na, az 50 TP-ben mindjárt bele is köszöntem egy 4-12-vel. Most keresem ott a fogást. Így van. Most kapott egy 4-19-et, tehát nem is néz ki rosszul, csak igen, aggódtam, hogy nem tudom, merre jár a Sár Futur, és inkább rámentem az 50 TP-vel, meg látom, hogy jön a T-34/2 is segítségnek. És a Skorpiónk mellé lőtt annak a faszkalapnak. De azt hiszem, én be fogok venni egy lövést, vagy akár kettőt is, mert a Sár Futur még valami terroristáskodik. Igen, most elbasztuk a T-34-en. Á, igen, két lövést lejeltünk, viszont ezt gyorsan kivégeztem. A Sárfotól szerencsére a lányú zavar mellé lőtt. Ja, és akkor megjelent az ellenséges Kanosjéger. Ő azt hiszem sajnos ki fogja végezni a T-34/2-nket. Kár pedig nagy segítség volt itt a csávó. Ja, meg persze a klikkerük is ide húzogat. És itt most... Igen, hát azt megoldották. A Kanosjéger kivágta. Nem tudom, merre tűnt el ez a tetű Sárfotól. És a T-54-esünk elmegy a klikkerért, de hát...
hiába a tétfényesek nem jön össze. Hát igen, úgyhogy a kanoségenek kurva jó a kamója, nem úgy van az, hogy csak úgy eltűnünk, vagy hogy csak úgy észrevesszük, nekem is van százatos kanoségerem, kibaszott jó kamója van. Na viszont ne kellnek veszekedni a Scorpio G meg a kanoséger. Ettől voltam bedúran, hogy nem láttam, hogy merre van a kanoséger, de speedboost-ra megyek utánuk, hogy törpényen valami, és a sárfutúr valamerre eltűnt. Ja, és közben elpárolgott a téltfénégyesünk, és annyira lapos a kanoséger, hogy egyszerűen nem látok rá, de szerencsére a Scorpio G kibombázza. Ott van a sárfutúr, nem lassítok le, mert fölösleges volt. Ja, és akkor Scorpio G kivágta a kanoségert, vagy a Scorpio G-ket meg kivágta a sárfutúr. Na de se baj, barátom, az, hogy megszerezt ezt a szart mindenféle tokenból, attól függetlenül nem vagy egy IQ fighter. Na, megvan a clicker. Hello, Leo. Örülök, hogy itt vagy, picinyem. Igen, te köcsök kancsú. Megérdemelted a goldot, te köcsök. Na, 2 kill, 2252 damage. És most kezdődik az egér. Macska harc, kitalálja meg a másikat előbb. Hát igen, sarfutón nagyobb rá az esély. Már csak azért is, mert ő mozgékonyabb százszorta, mint én, mert ez a 25-28-al nem igazán tudok elmenekülni. De hát igazából most keresni akartam egy normális helyet, hogy tudjak védekezni valahogyan, csak hát pontszar helyen vagyok. Ez a sárfutúr meg óvatlan. Na, tehát ennyire nem rossz ennek a T-28-nak a zágyója, csak így visszatolhatunk egy... Pláne, hogy goldot is töltöttem be, tehát szerintem AP-val is nagyon lőttem volna a fiút. Hát igazából semmi értékeltő komoly balhé nem volt, csak egy jó kis csata volt. Szerintem, nekem tetszett. Na, 3 kill, 2367 damage. Ja, és ilyenkor azt hiszem megvan már a képességem, hogy ha 10%-nál kevesebb a HP-m, akkor egy kicsivel gyorsabban töltünk, mert azt hiszem 883-nál töltünk be. Így meg AK-lőszer 762-esnél töltöttünk be újra, úgyhogy szerintem nézhető kis balhé volt. Csánépek!